Gyalogos zarándoklat is indul majd augusztus 20-án a Szent István Bazilikához, hogy aztán ott csatlakozzanak a résztvevők a hagyományos Szent Jobb körmenethez. Erre idén is több ezer embert várnak. Az Esztergom Budapesti Egyházmegye segédpüspöke arról beszélt, hogy a Szent Jobb ereklye ezer éve mutatja most már a magyarság és a kereszténység összetartozó útját. Szent István hitében szilárd alapra talált. Megtelt hívőkkel a Szent István tér tavaly augusztus 20-án több ezren vettek részt az ünnepi Szent Misén. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek áldotta meg a kenyeret. Majd körmenet indult a Szent Jobbal. Az államalapítás napján a programok egyik fő helyszíne idén is a bazilika és környéke lesz. Az egyházi rendezvényen a családokat kulturális műsorral, gyermekfoglalkozásokkal várják majd, és most is lesz gyalogos zarándoklat. Tanúságot teszünk a hitünkről, tanúságot teszünk arról, hogy Magyarország keresztény értékrendje számunkra fontos, és tesszük mindezt együtt, énekelve, imádkozva Budapest belvárosában. A felvonulás hagyományosan a Mária Rádiótól indul. A táv 2,5 kilométer. A hívek végigvonulnak a Váci úton, érintve a nyugati téri felüljárót, majd a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül érkeznek meg a bazilikához. A cél a lelki feltöltődés és a kereszténység megélése. Ez csak élményen keresztül megy át. Hát ezért nagyon fontos, hogy mi nagyon szépen csináljuk, élményt tudjunk adni, hogy az ő szívébe megszólaljon, hogy utána ő vigye ezt tovább, és valahogy az életébe építse be. Augusztus 20-a a magyarság legnagyobb ünnepe, aminek szimbóluma a Szent Jobb. Az Esztergom Budapesti Egyházmegye segédpüspöke azt mondta, szeretnék, ha minél többen zarándokolnának el az erekhéhez, és megértenék, mit üzen Szent István az utókornak. Ezer éve utat mutatott, ez a jobb kéz, amely Isten akaratából megmaradt számunkra, továbbra is mutatja a magyarság és a kereszténység összetartozó útját. Tegyünk meg mindent, hogy megmaradjunk magyarnak és kereszténynek. Államalapításunk augusztus 20-ai megünneplését Mária Terézia rendelte el, azután, hogy visszaszerezte a korábban Magyarországról eltűnt és külföldön rejtegetett Szent Jobbot.